De mondjuk egy kis utazásnál van, amikor azt mondom, hogy egy kicsi kényelmetlenség az legyen benne ahhoz, hogy ne legyen nagy kényelmetlenség, tehát hogy például mit vigyél magaddal. És lehet, hogy két napra is kellenek azok a kis apróságok, hogy ott legyenek, amik esetleg más embernek csak a két hetes útnál jutna eszébe. Most így nehezen látom a szemeket, de majd kicsit közelebb jövök, hogy inkább ti ne lássatok engem, de én lássak. Hogy ugye, hogy ismerős ez, hogy akkor most hol van? Tehát, hogy egy ilyen régi legenda volt, hogy kicsi koromban elvittek a Vidámparkba, mert jó családom volt, és akkor kaptam lufit. És akkor mentem a lufival, és hát mondjuk 3 éves lehettem, és akkor nem egész fél óra múlva elkezdtem sírni, hogy nehéz. És ezt én visszakaptam évtizedeken keresztül, hogy akkor most ez milyen gyerek. De közben, ugye, ha sokat mesélnek neked egy történetet rólad, akkor az is beépül az én képedbe, hogy ja, szóval Julikám, te olyan vagy, aki azért nem nagyon szeret így cipekedni, meg ilyen kelleme. Most egyébként úgy visszagondolok, el tudom képzelni, hogy 3 éves gyerek már maga egyformán tartja a kezét egyidejileg, akkor neki igaza van. Tehát akkor el kell tőle venni azt a rettentő súlyt. Na jó, hát csak egy kis gondolatébresztés, addig is, amíg ez a Balázs főköltözött Pestre, és most a főnök nőjével fogjuk látni majd, aki magához rendelte. Ez az ügyben. Ez egy multicég. Nem adjuk alá. Nincs pardon. Nagyváros. Nagy cég. Nagy változás. Nagy igazgató. Menjetek vissza, intézzetek el, nem érdekel. Jó, jaj, most nincs időm. Szervusztok. Kell csókolom, ha tetszett hívni. Garbo úr! Vagy ne, bocsánat, de hívhatnám Balázsnak. Nagyon személyesnek érzi. Ha persze. Zavarja, hogyha Balázsnak hívom? Nem zavar, furcsa. De akkor mondja meg nekem, hogy szeretné, hogy szólítsam. Hát így, ahogy szólítottam. Balázs. Hogy jöjjek ide így. Jó, jó, akkor maradjunk a Balázsban, jó? Aha, jó, persze. Balázs. Igen. Nagyon örülök, hogy itt van. Hát én is, hogy ez a nagy behemót vállalat megvette az én kis földecskémet, meg a kertemet, csak vigyázzanak rá. Az bio, kérem. Bio, az tudom. Bio, ott Balázs. Az 1 gram ilyen azért, műanyagot nem látott. Nem, Balázs, annyira boldogok vagyunk tényleg. Tehát az önföldje, igen, az egy kis gyöngyszem, egy kis ékszerdoboz. Aj, persze. És hogy bírja a munkáját? Most akkor mi legjobb portásunk lehet. Hát, köszönöm szépen, furcsa. Furcsa, mert hát, olyan, mint amikor a reggelente kihajtották a csordát végig a falun, hogy jöttek a telek, jöttek, hát itt is ott ülök benn, most jönnek az emberek, jönnek. Hát, ez olyan szórakoztató. Hát nézegetem őket, persze. Hát ahány ember, annyi féle, mind jön, kérdeznek. Ha tudok, válaszolok, persze. Ha nem tudok, az nem jó, de jól érzem magam, csinálom. Na. Nagyon, annyira, tényleg, komolyan. Én nem is láttam meg ilyen embert, mint mi? Hát itt vagyok, nézzem meg. Nem tudok vetelni önnel. Na. Jövök be, pont ezt látom, mindenkivel beszélget, mosolyog, jó kedvű. Egyszerűen egy kincs, maga is egy kincs, mint a földje. Hát, kincsem, én már csak ilyen vagyok. Arra gondoltam, Balázs, hogy adok önnek fizetésemelést. Mennyi most a fizetése? Hát, nem sok.
De hát azért van egy kis tartalék. Ugye tudja, hogy én bátor ember vagyok, és van egy kis tartalék azért, de jöhet a fizetés emelés, attól sérvet nem fog kapni. Visszautasítja. Jaj, de hogy egy eseveset? Na jó, vicceltem, de hogy nem fizet. Hát mégiscsak gondolom, a lányával igen. Együtt élnek. Igen, 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 igen. Igen, és hát az nem egyszerű az dolog, kérem, egy 17 éves lányjal. Nem egyszerű. De azt hiszem, nem, nekem is kamasz a gyerekem, tudom. Na, de nem jár. Nem ez jár. Meg jár. Nem jár. Meg jár. Az a nehézség benne. Hogy legyen meg a nehézség, hogy... Jaj, annyira boldog vagyok tényleg, hogy maga úgy figyel, mindenre figyel, ő maga. Tehát általában az emberek rohannak, egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik a környezetükben. Nem foglalkoznak azzal, kivel, mi van, maga meg mindennel, mert megtanult figyelni, ez nekem nagyon fontos. Hát az nem lehet, hogy az ember ne tanuljon meg figyelni, mert akkor abból bizony nagy baj lehet. Hogyha... Akkor ő mindent lát és mindent hall. Hát mindent éppen nem, de sok mindent. Sok mindent, igen. Jaj, Balázs, na, muszáj, hogy egy szívességet kérjek. Már tessék, csak persze. Jaj, úgy örülök, tényleg, nagy segítségének is tényleg. Balázs. Tudja, hogy egy sarokkal arrébb megnyitott a konkurencia. Ja, igen. Tudja, ugye? Igen, igen, igen. Ez nagyon kellemetlen nekünk, tényleg nagyon kellemetlen. Most igen. Azt is tudja, hogy nagyon sokan tőlünk oda mentek át. Tényleg? Bizony. Bizony, az elmúlt egy hétben, igen, sajnos 30% az embereknek elég nagy érvágás nekünk. Viszont? Ugye, a barátságok nem szűntek meg. Hát nem, olykor jönnek ide a haverok. Jönnek, ott cigiznek, ugye mindig igen. A bejárat előtt. Ott, néha büdös is van. Büdös is van, tudom, hogy mindig terelgeti őket. Nagyon helyesen, hogy ne szálljon be egyébként a dohányfüst. Igen. Hát ez a és dolga. Maga ez a dolga, meg hogy figyel. Igen. Hát most nem csak önszorgalomból kéne figyelnie, Balázs. Mit kell figyelni? Hát amit hall, azt egyébként is hallja. Hát semmi más nem kell csinálnia, mint hogy jegyezze is meg. Jó? Már mit? Hát amikor jönnek, ugye? Igen. Én embereim, igen. Az most már a volt embereimnek, milyen híreket hoznak oda átról, meg kiket akarnak esetleg még átsábítani, meg mennyi pénzért, meg hogy ott honnan szerzik a fuvarcéget, meg mennyire adják a kukoricát, meg ilyen apróságokat. Nem kell feltétlenül, nem kívánom, hogy mindent megjegyezzen, adom magának egy jó telefont, jó, benyomja, igen. Ismeri az okostelefonokat? Hát, majd megtanulom. Megtanulja. Azonban egy felvevő gomb, hogyha nem emlékszik, ha szépen berakja a zsebébe, kimegy oda, cigizgetnek a többiek, maga is csak lófrál, nem kell mindig ott ülni a kutricájában, ért? Fölveszi, este szépen lejegyzeteli, mik voltak a fontos információk, nem szeretem ugye az egészet végighallgatni. Mik voltak a fontos információk? Kik azok, akik áskálódnak ellenem, ugye? Maga lojális ehhez a céghez. Magának fontos, hogy itt legyen. Tényleg hallottam, hogy a lánya tovább tanul? Há, igen. Tovább tanul? Jaj, de jó! Persze, hogy tanul. Legalább ő tanuljon, ha már én. Jaj, olyan de sokat jó. Nem tudtam. Csodálatos. De... Mondjuk, jó, tudom, hogy van egy kis félretett pénze, de azt is tudom, hogy akar neki lakást venni. Hát muszáj, persze. Mi lenne, hogyha mondjuk átvállalnák az ösztöndíjat? Fizetnék a tandíját, meg mindent, hogy az elkülön, hogy neked nem is lesz. Na jó lenne, nem mondom, csak... Balázs, de szeretem magát. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Olyan egészséges, tényleg szeretem, hogy belenéz az ember szemébe, és hogy tudom, biztos vagyok benne, hogy tudom, hogy arra gondol, amire gondol.
tiszta. Tehát ez, amit én látok, az egészséges, tiszta, remek ember. Köszönöm, Balázs. Hát, nincs mit. Balázs, akkor adhatok önnek egy mobiltelefon? Minek is? Hát azért, hogy szépen akkor ezzel, megmutatom, itt kellene ezt a gombot megnyomnia, jó? Ez beteszi szépen valahol a belső zsebbe, nem tudom, hogy van-e belső zsebbe, mert veszek magának olyan mellét, aminek van, jó? Mert ezzel is foglalkozol, az jó. Is bőr lesz, csak hogy... Jó, bőr lesz. Bőr lesz, és akkor szépen fölveszi este kijegyzetelés, másnap hozza nekem, fizetésemelés, 20%, bár legyen 30%, és akkor ezt így évenként emeljük, mit szól hozzá? Nem hiszem, hogy... Hogy én ezt tudom. De nagyon egyszerű a kezelése egyébként, mert hogyha itt bemegy, nézze meg a menübe, itt lejjebb lép kettőt, fogja, benyomta, meg van. Balázs, nincs több időm most, jó? Nekem sem. Jaj, így is van, már itt csacsognak kint, láttam az előbb az ablakon keresztül, tegye már meg, hogy leszalad, jó? Ha valami nem stimmel, de úgy még kettőt nyomjon, jó? Jó. Úgy van. Köszönöm, Balázs. Köszönöm, Balázs. Akkor holnap reggel találkozunk, jó? Beszámolóval együtt. Beszámolóval. Köszönöm, Balázs. Köszönöm szépen, viszont most már. De még aznap este eljött hozzám. Hát elképesztő. Hát itt magára szoktam. Elképesztő történet. Hát igen. Azt mondták, hogy legyen kém. Vagy nem is tudom. Hát legyen. Hát ezek szerint ők most abban maradtak, hogy igen, hogy ezt elvállaltak. Hát igen, de nem szívesen. De, hát úgy kényszeresen. És akkor most itt ki szimpatikus, vagy mi van? Hát ki szimpatikus. Hát ugye a szomszéd azt mondja, azért nem kapott pénzt, mert hirtelen nem lett szimpatikus, mert kért. Igen. És akkor mégis az volt, hogy úgy komfortosabb, ha nem ad neki. Igen. Most meg itt van ez az asszonyság. Igen, ő adnak pénzt is, de... Balázs, tegeződjünk inkább elé. Megőrülök, de nem tudom így leszidni. Miért kéne engem leszidni? Mert hol vagy te a saját életedből? Kérdezném ezt én, ha tegeződnénk azért lenne. Jó? Hát, szóval, ha tegeződnénk, hogy akkor én erre azt válaszolnám, hogy tudja a... Hogy hol vagyok én a saját élet? Hát, na ez kérdés. Úgy? Ez kérdés. Erre való a pszichológus, hogy rávilágítson, hogy most már ott tartunk, hogy ha jó valami, és akkor ha kilépsz a komfortzónából, ha nem lépsz ki, valahogy mindig rosszul érzed tőle magadat. Lehet, hogy mindegyiket valahogy más irányból kellene dönteni. Vagy hogy jobban kéne arra figyelni, hogy mi lesz majd ebből vajon neked a jó. Hát igen. És persze a kérdés mindenki másnak is szól, de hát majd hazavisszük a gondolkozni valót. Na, lejárt az időnk. Minden jót. A következő jelenet. Az otthon zajlik. Otthon van az ő 17 éves lánya, és hamarosan jön haza a Balázs. Borikának hívják, úgy döntöttünk. Bori. Gyere át te!
Jó, tudom, hogy máskor sem akarok elmenni, de nem akarok érzelmenni. Jó. Hello, élek, igen, itt vagyok, élek. Na, szia. Miért nem kopogsz? Jaj, Istenem, hát ez a már. Édes lányom, az ember, ha bemegy a jányához, akkor nem kopogjál be az ajtót! Ez a magánszférám! Magánszféra. Magánszféra! Jó, akkor... Miért, amikor a WC-n üsz rányitom, nem a magánszférám? Nem, az a WC. Na jó! És nem kopogunk be? Honnan tudod, mit csinálok? Hogy gondolom tudom, hogy mit csinálsz? Hát gondoltam, illetve hallottam kint, hogy telefon. Na, és te egyébként mit szoktál csinálni? Telefonálni szoktál, de bocs, most kimegyek. Mi van? Kopogtam. Hallom, azért kérdezem, hogy mi van. Hát te azt kérdezem, hogy kopogok. Jó, gyere, akkor gyere, bemondjad, hogy mi van. Szabad-e bejön? Gyere, ne legyél már olyan körülményes, könyörgöm, tempóba mondjad, hogy mi van. És hogy mi van? De az van, hogy bekopogtam, hogy bejön. Jó, Istenem, tényleg, de mondjad, de miért jött, akkor jó, miért jöttél be, mit akarsz? Hát, azt gondoltam, hogy... Ma még lehet? Vagy ez még? Igen, azt gondoltad, hogy mondat vége, pont, igen. De nehéz. Szóval azt gondoltam, bármilyen furcsa, hogy én gondoltam, de azt gondoltam, hogy állandóan itthon ülsz... Tanulod! Jó van, na, tanulsz, persze, rendben van. Tanulsz, az a világ rendje. A te korodban, hogyha teheti az ember ránya, akkor járjon iskolába. De máshova is el kéne menni, nem csak azt a izét nyomogatni állandóan, meg állandóan telefon,